Tisztelt kollégák! Elérkeztünk a kvantummechanika történetének negyedik videójához. Hát kicsit hosszúra nyúlik ez a kvantummechanika, de nem csoda, hiszen a modern fizika egyik csúcs teljesítményéről beszélünk, és bizony az utolsó videóra számtalan olyan értelmezési kérdés maradt, amire azt kell mondani, hogy ezt majd teljességében a jövőben kell megoldani, mert mai napig is nyitott kérdéseket fogunk itt említeni. Az első, ami a hullámmechanikában csak megemlítve volt, az állapotfüggvény redukció, vagy az állapotfüggvénynek az összeomlása. Akkor csak szóban mondtam el, szerintem ott nem is volt érthető, de most megmutatom rendesen, hogy miről van szó. Láttuk az előző videóban, hogy hogyan működik a hullámmechanika animációban, és most ezt ilyen álló képsorozaton szeretném bemutatni egy hasonló dolgot. Következőképpen indul, itt van ez az első képkocka mondhatni. Leteszünk egy elektront ide, ahol ez a kis pálcika van, innen indul felirattal. Ha leteszem ide az elektront, vagy más elemi részecskét, az azt jelenti, hogy a hullámfüggvény abszolút érték négyzete ide koncentrálódik. Hát ugye, nem lehet ez nulla szélességű, valami kis szélessége, valami kis bizonytalansága mindenképpen van. Láttuk, hogy ahogy telik az idő, ez szépen elkezd szétkenődni, ez a kis helyre koncentrálódó hullámcsomag, aztán ahogy telik az idő, még jobban szétkenődik. Hát ezt láthattuk az előző animációkban. Ha békén hagyjuk az elektront, nem éri semmi külső hatás, akkor a hullámfüggvénye egyre jobban szétkenődik. Itt jön az állapotfüggvény redukció fogalma. Ha megmérjük a testnek a helyzetét, akkor ami értéket ad a mérési eredmény, oda beugrik az állapotfüggvény, és onnan kezdi folytatni a terjedést. Na, miről is van szó? Szétterjedt ennyire, itt az egér kurzorra, körbe is rajzolom, szétterjedt ennyire a hullámfüggvény. Ebben a pillanatban én beavatkozok a rendszerbe, és megmérem, hogy hol is van ez az elektron. Például valami számláló szerkezeten megnézem, hogy hova csapódott be, és hol gyülemlenek a töltések. Megmérem az elektron helyzetét. Ugye a Schrödinger hullámmechanika koncepció alapján a pszichi abszolút érték négyzet arányos a megtalálási valószínűséggel, tehát igen valószínűleg itt kapom, de itt is, vagy akár itt is előfordulhat, hogy azt mértem, hogy itt van az elektron. Az érdekes az, és ez az állapotfüggvény redukció, hogyha a mérés azt az eredményt szolgáltatta, hogy itt van az elektron, bocsánat, újra rajzolom, akkor az állapotfüggvény ezután már nem ebből a szétkent állapotból folytatódik, hanem a következőt mondja. Valaki megmérte a helyemet, azt mondtam neki, hogy itt van. Ne maradjak szégyenbe, összeugrasztom a korábban szétkent állapotfüggvényt ebbe a pontba koncentrálva, és olyan, mintha letette volna valaki ide az elektront. Amitől aztán persze, ha hagyom az időt fejlődni, újra elkezd elkerülni. De minden egyes mérés beugrasztja egy ilyen úgynevezett saját állapotba a rendszert. Ez a kvantummechanika máig legfurcsább, legérthetetlenebb része. Miért omlik össze az állapotfüggvény, amikor megmérem a rendszert? Nagyon sok problémát fölvet ez. Például ez az összeomlás, ez fénysebességgel terjed, tehát amikor megmértem az értéket, akkor fénysebességnél gyorsabban, bocsánat, több rosszul mondtam, azonnal összeomlik a hullámfüggvény, tehát a nagyon távoli részek is egy pillanat alatt lenullázódnak, hogy oda koncentrálódjon minden, ahol a mérési adat volt. Hó! Itt nagyon sokan megsejtik azt, hogy esetleg lehet akkor fénysebességnél gyorsabban üzenetet küldeni. Nos, hát ennek a részletezése messze meghaladja tárgyunk kereteit.
Annyit hadd mondjak, hogy jelen ismereteink szerint nem. Maga az állapotfüggvény, hogy nagyon távoli részei is gyorsan reagálnak az összeomlásra, érdekes módon ilyen elven működő üzenetküldést nem sikerült létrehozni. Úgy néz ki, hogy ennek elvi akadályai vannak, ugyanis az állapotfüggvényt magát nem tudjuk megmérni. Az állapotfüggvény abszolút érték négyzetével arányos, hogy ott bukkan föl a részecske, és akkor egy új mérést kell bevezetni, na de az új mérés szükségességéről hogyan küldök jelet, és az már csak fénysebességnél lassabban terjedhet. No, ezt hagyjuk itt abba, meghaladná a kereteinket. Viszont az állapotfüggvény redukció, hogy összeomlik a méréstől az eredetileg elkenődött függvény, és egy csúcsos függvényből indul újra az állapotfüggvény, ez 100 milliószorosan beigazolódott, rengeteg mérésben igazolták ezt a furcsa dolgot. Ez nagyon furcsa. A furcsaság kimutatására képzeljük el, hogy az állapotfüggvény redukció hogyan működik a kétrés kísérlet esetén. Ugye már tudjuk, hogy a fény is hullám, mert az elektron is hullám, tehát megfelelő körülmények között interferencia jelenségre képesek. A kétrés kísérlet az ugye egy elvi kísérlet, például Young fénnyel végezte el 1801-ben, tanultuk nem is olyan régen. Az igazság az, hogy jobb ez, hogyha nem kettő, hanem több réssel csinálok, hogy nagyobb legyen a fényerő, de az bonyolítja a dolgot, egy gondolatkísérletként fogadjuk el a következőt. Van itt egy forrás, és most mindegy, hogy elektronokat vagy fényt bocsát ki, jönnek ki belőle a hullámok. Itt egy lyukas ernyő ezen a részen. Itt van a közepén a lyuk. Azt tapasztaljuk a mérés alapján, hogyha egy nagyon pici lyuk van, hullámosznál kisebb lyuk, akkor a felfogó ernyőn, itt jobb oldalt, egy ilyen egyenletesen szétoszló masszába látjuk az észlelt intenzitást, legyen ez akár fényintenzitás, vagy becsapódó elektronszám négyzetcentiméterenként. De ha két részt teszünk, akkor interferencia jelenség lesz, ugye a két kicsi résen átmenő hullámoknak az interferenciája fogja kialakítani itt az erősítési és gyengítési mintázatokat. Ez csak ismétlés volt a régen tudottakról. Ugye itt van a magyarázat szépen megrajzolva, itt van rendesen a hullámokkal, és itt, hogyha a hullámegyel találkozik, akkor erősítés van, és a többi. Viszont, hogyha ezt meg akarjuk csinálni ezt a dolgot, akkor elektronokkal nehéz, de nem lehetetlen megcsinálni. Elektronoknál azért nehéz megcsinálni, mert az elektronoknak általában nagyon pici a hullámoszlik, most nem számoltuk ki. Nehéz úgy csinálni az elektronokkal, hogy rendesen két lyukat tudjak létrehozni. Meg az is nagyon fontos, hogy egyszínű fény kell, illetve egyszínű idézőjelben mondva elektronnyaláb kell, azaz azonos lambdájú, azonos sebességű elektronok kellenek. De meg lehet csinálni ezt ezzel. Igaz, nagyon pici lesz ennek a hullámosza, de megoldható ez a dolog. Na most jön az igazi nehéz kérdés, az állapotfüggvény redukció. Ha azt mondjuk, és most beszéljünk először a fotonról, ugyanez lesz az elektronnal is a kérdés, hogyha a fény részecskeként viselkedik, akkor a kétrés kísérletben megállapíthatjuk-e, hogy melyik résen ment át? A kétrés melyikén ment át? Itt jön egy következő gondolatkísérlet, amit bonyolult műszerekkel, de lényegében megcsináltak. Ide helyezek egy mérőműszert, ez itt a mérőműszer, ami valamilyen sugárzást bocsát ki azért, hogy fülön csípje a visszavert sugárzásból, hogy mondjuk az elektron melyik lyukon ment át. Például röntgensugárzást bocsátunk ki,
A röntgensugárzás vissza tud verődni az elektronokról, és megállapítjuk, hogy az elektron melyik lyukon ment át. De más elvű mérésre is gondolhatunk. Hol ment át a részecske? Ez a kérdés. Az az érdekes, ha megcsináljuk ezt a kísérletet, eltűnik az interferencia mintázat. Tehát, ha megmérjük, hogy az elektron melyik lyukon ment át, vagy hogy a foton melyik lyukon ment át, akkor megszűnik az interferencia. Elvész a hullám tulajdonság. Na ez az állapotfüggvény redukció. Mert azzal, hogy ez a műszer beavatkozott a rendszer életébe, és megmértük, hogy melyik lyukon ment át, azzal megszüntette az itteni lyukon, a lyukon tovább terjedő hullámokat, és itt nem hullám lesz, hanem beugrik egy pontba mondjuk az elektronnak a hullámfüggvénye, aztán innen szépen elkezd tovább terjedni, de már nem olyan, nem úgy, mint az előzőekben, és nem interferál a másik lyukon átmenő hullámokkal. Lehet, hogy ez bonyolult így első körre, ezért a lényeget foglalom össze. Ha megmérjük, melyik lyukon megy át az elektron vagy a foton, a mérés törli a hullám állapotát, és megszűnik az interferencia jelenség. Ezt a kísérletet sok változatban végrehajtották. Olyat is csináltak, hogy az egész rendszerben egyszerre csak egy foton vagy egy elektron legyen, és az eredmény nem változott. A konklúzió az az, hogy a zavarmentes környezetben minden hullám tulajdonságokat mutat, egész atomokat sikerült interferenciára késztetni, csak ugye minél nagyobb tömegű, annál kisebb a hullám hossza, és ezért annál nehezebb ezt a kísérletet megcsinálni, hogy a hőmozgás se zavarja meg, de lehetséges. A hullám tulajdonságok mindig jól leírhatók voltak Schrödinger egyenletével, vagy hát néha Dirac egyenlet kellett hozzá, de ebből a szempontból ez a két egyenlet nem különbözik nagyon. És azzal, hogy megfigyeljük a részecske helyzetét, eltorzítjuk a hullámfüggvényt, beugrik egy állapotba, és a hullám tulajdonságok megszűnnek egy időre. Persze ott vannak azok, csak ugye nem terjednek ki nagy távolságra, és ilyen módon az interferencia jelenség szűnik meg. Na most itt jön a hatalmas probléma, mi számít mérésnek? Mikor következik be az állapotfüggvény redukció? Mérése az, ha egy műszert működtetek, leolvasom és feljegyzem az értékét, például az előző kísérletbe röntgen sugarakkal működő berendezést élesítek, és figyelem az elektronok helyzetét. Vagy mérése az, ha megfigyelő berendezést bekapcsolva hagyom, de az eredményeit nem nézem meg, csak megmérte a berendezést, de kidobtam. Vagy mérése az, ha csak véletlen arra járt a környezetből egy röntgen sugárzásnak a darabkája, és ez kölcsönhat a két réses hullámokkal, részecskékkel, tehát senki se direkt csinálta ezt a mérést. Az az érdekes, és ebbe a mai napig majdnem belebolondulnak a fizikusok, ezért is tettem itt a Besenyő Pista bácsit, ide ez a H normális. Hát a fizikusok is néha így érzik magukat ebben az esetben, mert nagyon sok megfontolásból az jön ki, hogy az állapotfüggvény redukció megtörtént-e vagy elmaradása, attól függ, hogy részt vesz-e egy tudatos lény is a folyamatban. Tehát van-e valaki, aki ezt az egészet észleli, egy értelmes lény? Hát de most hirtelen összezavarodunk, most mégiscsak számít, hogy élő vagy élettelen, meg mi az, hogy tudatos? Az ember tudatos, oké. Egy delfin tudatos, egy kutya is tudatos, de mondjuk egy muslica, azt tudatosnak veszünk. Ez az egész kérdéskör zavarba ejtő. Einstein többek között emiatt nem is tudta elfogadni a kvantummechanikát, és azóta sincs igazán megnyugtató válasz erre a kérdésre. Vannak határesetek, amiket egyértelműen tudunk. Például, hogyha egy fizikai mérőberendezéssel
megmérjük az elektron helyzetét, az mérésnek számít. De hogy milyen egyéb kölcsönhatások számítanak, vagy nem számítanak mérésnek, a kvantummechanika szerint mi okoz állapotfüggvény redukciót, azt nem tudjuk. Erre Niels Bohr, aki dán születésű volt, Niels Bohr és társai a koppenhágai értelmezést dolgozták ki, és a mai napig is így hivatkoznak erre. Ennek a kivonatos változata a következő. Az első alapelv, a természet olyan, amilyen, bele kell nyugodni, hogy nem fogjuk teljességében megismerni. Tehát csak valami modelleket tudunk alkotni a környezetünkről. A koppenhágai értelmezés második dolga, a hullámfüggvény csak a mi agyunk terméke. Nem egy valódi dolog, nem úgy valódi, mint az elektron maga, hanem csak egy matematikai konstrukció, ami helyett lehetne más is a konstrukció, például a Heisenberg-féle mátrixok, vagy ilyesmi. Szóval ez csak a mi agyunkban létezik, a valóságban nincs hullámfüggvény. És ennek megfelelően akkor az állapotfüggvény redukció is csak a mi agyunkban létezik, ezért játszik szerepet a tudat ebben az egészben, tehát az állapotfüggvény csak leírja a környezetről való tudást, és ezért a mi agyunk állapota, leolvastuk-e a műszert vagy se, az állapotfüggvényre kihatással van. És a makroszkópikus tárgyakkal való kölcsönhatás befolyásolja a történéseket. Tehát, hogyha az elektron kölcsönhat egy makroszkópikus tárgyal, például egy mikroszkóppal, vagy egy emberrel, akkor ez befolyásolja az állapotfüggvényt. Igen ám, de sokan vitatják, hogy most mi a fene az, hogy valami tudatos vagy makroszkópikus? Mitől elég makroszkópikus valami? A mai napig nem tudjuk erre a választ. Nem tudjuk a határhelyzetet, hogy mikortól lesz valami makroszkópikus. És ez megbolondítja a fizikusokat azóta is. Zavarba ejtő tény, hogy mindezek ellenére, ha megoldjuk a Schrödinger vagy Dirac egyenleteket, akkor pontos értékeket kapunk a mikrovilágról. Sokszor 9-10 tizedes egy pontossággal meg tudunk energiaszinteket vagy élettartamokat, tehát mondjuk bomlási élettartamokat mondani. Egy olyan elmélettel, aminek az alapjai ilyen bizonytalanságot hordoznak. Ez bizonyos értelemben jobban zavarja a fizikusokat, mint hogyha pontatlan lenne az elmélet. Ennek a bizonytalanságnak az egyik és a popkultúrában is megjelenő gondolatkísérlet a Schrödinger macskája kísérlet, amit szeretnék elmondani. Előre bocsátom az állatvédők megnyugtatására, soha senki nem végezte el, pláne nem a fizikusok, és azt hiszem Schrödingernek nem is volt macskája ténylegesen, ebben most nem vagyok biztos, de az biztos, hogy ha volt is, nem kísérleteztek vele. Egyszerűen arról van szó, hogy ezek a nagy koponyák, amikor egymással vitatkozgattak, ez a Schrödinger, Dirac, Heisenberg, Einstein, akkor próbáltak ilyen ellentmondásokat kreálni gondolatkísérletek segítségével, ami kikényszerítik, hogy az értelmezést rakjuk rendbe. Na szóval ez a gondolatkísérlet, aminek az első változata 1935-ben született meg, ennek a lényeg a következő. Vegyünk egy zárt szobát, amiben beteszünk egy macskát, meg egy berendezést, amiben egy üvegfiolában itt van valami mérgező gáz, mondjuk ciángáz. Ezt a ciángázt egy kalapács összetöri, ha egy adott idő alatt ebből a radioaktív forrásból egy radioaktív sugárzás éri ezt a mérőműszert. Na most a radioaktív sugárzást lévén az atommag beli jelenség a kvantummechanika véletlenszerűsége szabályozza. Ez tehát az alapséma, és azt kérdezzük, hogy élő-e vagy holt a macska, hogyha kívülről a zárt dobozba nem látunk bele. Na most miről van szó? Ez nagyon hülyén hangzik. Ha úgy állítjuk be ezt a radioaktív bomlást,
hogy egy óra alatt 50% legyen az esélye, hogy ez a bomlás kellő számba bekövetkezik. Tehát megmozdul a berendezés, eltörik a méregkapszula, elpusztul a macska. Hogyha beállítjuk úgy, hogy 50% a ciángáz kibocsátásának az esélye, akkor tudjuk, hogy 50% eséllyel a macska szegény elpusztul. Igen ám, és itt jön a Schrödinger macskája sztorinakban a csavar. A kvantumos rendszer, a bomló mag, ami itt van ezen a részen, ez lehet kevert állapotban, tehát lehet egyszerre elbomlott és el nem bomlott állapotban, a hullám függvénye lehet ilyen. Úgy, mint ahogy lehet egy elektron egyszerre két helyen vagy több helyen, ahogy a hullám függvénye szétoszlik. A kvantummechanika egyenletei ezt mondják. Sőt, pontosan meg is adják, hogy az időben hogyan fejlődik ez a kevert állapot. Na de, ha nem mérjük meg a rendszer állapotát, nem nézünk bele, akkor ez azt jelenti, hogy amíg nem nézünk bele, addig a macska egyszerre élő és holt, amíg ki nem nyitjuk a dobozt, vagy ki nem nyitunk egy ablakot, és bele nem nézünk. Tehát a macska kevert állapotban van. A macskának, mint makroszkópikus testnek is van kevert állapot, ahogy a hullám függvénye egy 50%-ban élő, 50%-ban egy holt macskának a hullámfüggvényének az összege? Mekkora baromság már ez? De a kvantummechanika eredeti értelmezése ezt mondja, hogy ha nem nézünk be a rendszerbe, akkor a macska lehet ilyen kevert állapotban. Hát ez ráadásul még csak a gondolatkísérlet eleje, gondolatkísérletnek az eleje, bocsánat, itt előre szaladtam szövegbe, itt a prezentációba kiírom ezeket, amiket előzőekben mondtam. Na de a bonyodalom most következik. Mi van akkor, hogyha a szobában ül egy megfigyelő, mondjuk gázmaszkban, hogy ő ne pusztuljon el a ciángáztól, de ez a megfigyelő, ez nem rendelkezik telefonnal vagy egyéb eszközzel, tehát nem tudok vele beszélni. Ez a bent elhelyezkedő megfigyelő már a folyamat során látja, hogy elpusztult-e vagy se a macska, tehát az ő számára a macska hullámfüggvénye már beugrott az élő vagy holt állapotba. Eldőlt a macska sorsa a bent levő megfigyelőnek. A bent levő megfigyelő szerint a macska hullámfüggvénye egyáltalán nem kevert, hanem eldőlt, hogy túlélte, vagy elpusztult szegény. De én kívülről, az én szempontomból a hullámfüggvény még mindig kevert? Vagy még bonyolultabb dolog, mi van, hogyha bent nem egy ember van, hanem csak egy kamera, ami rögzíti az időt és a macskának a képét, de ezt a kamerát nem vezetem ki dróttal a kamera képét, hogy folytonosan figyeljem, csak elmenti az SD kártyára, és a kamera felvételét A. később megnézem, B. nem is nézem meg, csak törlöm. Akkor a kamera elvileg megmérte a macskának az állapotát, hogy éle vagy holt, de hogyha nem használom fel ezt a tudást, akkor mi van? Ez most úgy tűnik, mintha nem gondolták volna át a fizikusok rendesen ezt a dolgot, és ebben a fizika történet órában nincs több időm, hogy kivesézzem ezt jobban, de kérem, higgyék el, hogy ez egy valódi probléma, aminek a Schrödinger macskája kérdése csak egy éles változata. Mind oda vezet vissza, mi számít mérésnek? Mi urrasztja be a hullámfüggvényt az egyik vagy a másik állapotba? Sokan arrafele keresik a megoldást, és lehet, hogy nekik lesz igazuk, hogy az olyan nagyméretű dolgok, mint a macska, az ő esetükben már az is mérés, hogy a saját, a macska egyik atomja a másik atomját gravitációsan vonzza, és ez befolyásolja ezt a hullámfüggvényt. Tehát egyesek szerint a testek ön magára ható gravitációja is
befolyásolja ezt a beugrást, és valahol itt kell keresni a határt a mikroszkópikus meg a makroszkópikus között. De én nem mondanám, hogy ez tuti a megoldásra. Ez egy nyitott kérdés, még mindig. Annyira nyitott kérdés, hogy jóval a Schrödinger macskája kísérlet után is jelentek meg egészen bizarr elképzelések az univerzumról. Ezek közül a leghíresebb a Hugh Everett nevű fizikus által kitalált többvilág elmélet. A következőt mondta Hugh Everett, ismerve ezeket a dolgokat, ő elfelejtettem idéni, a 60-as évek közepén vázolta ezt az elméletet föl. Azt mondta, hogy valójában, amikor egy ilyen eldöntendő kérdés eldől, tehát, hogy éle vagy holt a macska, akkor az univerzum ketté szakad, és két univerzum változat folytatja a sorsát. Az egyikben él a macska, a másikban elpusztult. Itt van az élő macska univerzum, itt pedig az elpusztult macska univerzum. A lehetséges alternatívák Everett felfogásában minden egyes eldöntéskor, minden egyes méréskor szétszakítják az univerzumot az alternatív jövőkre, és ilyen módon persze minden napokban másodpercenként rengeteg kérdés dől el, és ezért pillanatok alatt megszámlálhatatlan mennyiségű univerzum változatra hashat szét a valóság. Hát ez aztán egészen bolondul hangzik, amit itt láthatunk, de azt hiszem, hogy a kedves hallgatóság látja, hogy ez a gondolat előjön egy csomó helyen, például, hogyha valóságnak több változata van, ezt multiverzumnak nevezik, és ez sok sci-fi, fantasy irodalomnak az alapját jelenti, jelentik ezek a gondolatok. De az érdekes az, hogy ez a Hugh Everett féle felfogás, ha nem foglalunk állást abba, hogy ez fizikai valóság-e ez a dolog, és elintézzük azzal, hogy egy tudatos lény belebolondulna, hogyha ezt mindet látni, ezért a tudatos lény, azaz mondjuk én, csak az egyik változatot képes megélni, mert belebolondulna a sok lehetséges változat egyszerre megélésében, és ez teszi a valóságot egyértelművé, hogy az agyunk korlátoltsága nem engedi, a tudatunk korlátoltsága nem engedi, akkor átevezünk egy kicsit a filozófia dolgokra, viszont, hogyha nem vesszük bele ezt a tudatos dolgot, csak a lehetséges alternatív jövőket vázoljuk föl, és számoljuk le, bizonyos problémákat így egyszerűbb technikailag megoldani. Mi lesz egy kísérletnek a kimenetele? Az összes lehetséges kimenetelnek ezt a szétágazó fa szerkezetét fölvázoljuk, leszámoljuk, hogy az egyik, másik, harmadik kimenet hányszor következett be, és ebből meg tudjuk mondani, milyen eséllyel zajlik le az egyik vagy a másik végkimenetel. Praktikus számolásos trükként sokszor hasznos ez a fizikusok számára, hogy mi a tartalma, az a mai napig vitatott. Ez igen furcsa értelmezés, de a számolásban helyes. Sokszor fölbukkan ez a gondolat, talán a legteljesebben a Dűne univerzumban, ha valaki még nem ismeri, annak ajánlom, hogy olvassa, ez egy nagyon értékes sci-fi, ez nem egy átlag sci-fi a Dűne univerzum, hogy milyen lesz az a film, amit már leforgattak, csak még a Covid miatt nem mutattak be, azt én is izgatottan várom, mert az eddigi Dűne feldolgozások azok rémgagyik voltak, semmit nem tudtak visszaadni az igazi dologból. Szóval a Dűnében bevallottan a szerző, Frank Herbert, az Everett-féle többvilág elméletből vezette le azt, hogy a főhős a Kvissa Haderach képességekkel rendelkező ember, az képes átlátni a jelenből induló lehetséges jövőket, és képes közülük választani. Na ez óriási hatalmat ad annak a kezébe, aki a lehetséges jövők között választani tud. Na ez a Kvissa Haderach,
amivé válik, vagy nem válik a főhős Paul Atreides, de ezt nem spoilerezem el. Minden esetre ez a többvilág elmélet sok helyen megjelenik. És ez az egész kérdéskör kifogyhatatlan fizikus mém forrás. Például itt van két Schrödinger macskás mém, ugye ez a dead, alive, feliratok egymásba fonódva, nagyon szépen megkonstruálva a karakterkészletekkel, itt pedig egy félig élő, félig holt macskát láthatunk a dobozba zárva. Szóval azt kell mondani, hogy ez egy nagyon zűrös dolog. A Schrödinger macskája meg amit mutat ez. A kvantumos rendszerek egy elektron vagy egy atom lehetnek kevert állapotban. A méréskor ez megszűnik. Ezt nagyon sokszor igazolták, nem macskák, hanem elektronok vagy elemi részecskék esetében. De mi számít mérésnek? Hát nem mondom el újra ugyanazokat, amiket mondtam. Azóta is a legnagyobb nyitott kérdés, és azóta is idegesíti a fizikusokat, hogy néha az bukkan föl, mintha a tudatos és nem tudatos lények máshogy befolyásolnák a külvilág történéseit. Na, itt mindenféle ezoterikus dolog is ered ebből, azok nagyrészt azok csacskaságok általában, de itt a fizika történet órán eszünkbe juthat Arisztotelész is, aki emlékezünk az ő mechanikájában azt mondta, hogy máshogy mozognak az élő és az élettelen testek, aztán ezt később cáfolták, és ezért idegesíti a fizikusokat, hogy mégiscsak, mintha valami ilyesmi jönne elő. De hogy tovább idegesítsem a hallgatóságot, azt mondom, hogy van egy talán még ennél is nagyobb probléma a kvantummechanikával. Kiderült, hogy az általános relativitás elmélettel nem hegeszthető össze. A speciális relativitás elmélettel összehegeszthető, ugye Schrödinger egyenletét korrigálta Dirac, és ugye a speciális relativitás elmélettel teljes lett az összhang. De az általános relativitás elmélettel, ami amúgy a maga körében egy rendkívül sikeres elmélet, nem sikerül összehozni. Nem lehet egy elméletté formázni ezeket. Majdnem 100 éve eltelt, kitartóan próbálkoznak, és nem sikerül. Mivel az egyenleteket nem ismerjük, ezért csak ilyen hozzávetőleges fizikai képet tudok mondani arról, hogy mi a baj. A baj ott ütközik ki, például, hogyha nagyon kis méretekre alkalmazzuk az általános relativitás elméletet, akkor a kis méretekbe fellépő nagy bizonytalanság nagy téridő fodrozódásokat eredményez. Nézzük csak! Tegyük föl, hogy kiválasztunk egy üres, nagyon pici térrészt. És nagyon rövid ideig figyeljük meg. Ugye akkor nagy lesz az energia bizonytalansága, ugye az egyik Heisenberg reláció, a delta E-szer delta T, ez nagyobb vagy egyenlő, mint H per 4 pi. Ez az egyik Heisenberg határozatlansági reláció. Na de, ha ennek a pici térfogat egységnek egy rövid idő a kicsi a delta T, akkor nagy lesz a delta E. Ha nagy az energia bizonytalansága, az nagy tömegbizonytalanságot jelent. Na de, ha kis térfogatban nagy tömeg megjelenik virtuálisan egy rövid időre, az megfodroztatja a téridőt, és az jön ki a számolásokból, hogyha gátlás nélkül alkalmazzuk egyszerre a kvantummechanika és az általános relativitás elmélet egyenleteit, akkor atomi szintén jóval kisebb méretskálán ugyan, de mindenütt tele lenne a világ pici fekete lyukakkal. De ezeket nem látjuk. Persze azt lehet mondani, hogy ja, mert picik. Igen, viszont például kihatással lennének a környezetükbe terjedő sugárzásra, és észlelnünk kellene, viszont nem észleljük ezeket a nagyon pici téridő fodrozódásokat. Rengeteg más hasonló probléma merül föl, ha egyszerre akarjuk alkalmazni a kvantummechanikát és az általános relativitás elméletet.
Azóta se született meg, neve van nagy egyesített elmélet, vagy angolul Great Unified Theory, tehát GUT-vel jelölik ezt, de azóta se született meg, pedig Einstein életéből sok évet áldozott erre. Mindennek ellenére, és ez az idegesítő, a kvantummechanika maga körében elképesztően pontos, és hogy a múltkor tanultuk, az általános relativitás elmélet is a maga értelmezési körében pontos. Valamit félreértünk, de mégse. Nos, abba hagyva ezeket a dilemmákat, amik talán idegesítik a hallgatóságot, de mégis szemléltetik, hogy milyen állapotban van most az elméleti fizika frontvonala, milyen dilemmák vannak az emberek előtt. Egy kicsit térjünk vissza csak a kvantummechanika értékelésére. Rengeteg siker, és néhány kudarc is van, bár egyesek szerint ezek nem kudarcok. Na, mik a sikerek? Említettük ezeket, csak szeretném a végén összerendezni a gondolatainkat. Az atomokat nagyon pöpecül írja le a kvantummechanika. Sok tizedes egyre megkapjuk az energiaszintjeit, a kémiai tulajdonságait vissza találjuk. Megjósolta a kvantummechanika az antirészecskék létezését, és ezek tényleg vannak, és mindennapos használatban vannak, például a PET, a PET scan, orvosi diagnosztikai eszköz, az pozitronokat használ. Tehát a mindennapi életnek is a része, mondhatni. Szóval az elektronmikroszkópok a hullámformájába terjedő elektronokat használják ki. Aztán a processzorok vagy a QLED-es kijelzők is kvantumos effektusokat használnak, és ott vannak a kezünkben ezek. Viszont az értelmezési területen sok probléma van, nem tudjuk, mikor omlik össze a hullámfüggvény, nem tudjuk, mi számít mérésnek, nem tudjuk össze az általános relativitás elmélettel, és nagyon sokakat zavar, hogy a véletlennek ilyen fontos szerepe van, hogy nincs konkrét hely a részecskének, csak bizonyos valószínűséggel itt-ott, amott találjuk a részecskét. Albert Einsteinnek az volt a véleménye, hogy a kvantummechanika kifejezetten impozáns, de egy belső hangocska nekem azt súgja, mondja Einstein, hogy még nem az igazi. A teória sokat elárul, de igazán nem visz minket közelebb az öreg titkaihoz. Az öreg, így idézőjelben Einstein, az teremtő. Minden esetre meggyőződésem, hogy ő nem dobál kockákat. Ez ugye abban a rövidítésben, hogy Isten nem kockajátékos, szállóigévé vált. Einstein kifejezte ezt a meggyőződését, de nem tudott jobb elméletet mondani. Se ő, se mások. Vannak ígéretes elméletek, biztos sokan hallottak a kúrelméletekről, meg ilyenekről, de minden van zűr, ez azonban meghaladja ennek a tárgynak a kérdését. Azonban biztos, hogy a kvantummechanika egyrésztről nagyon sikeres, rengeteg eszközünk használja ezt a dolgot, másrészt az értelmezésekben vannak problémák. Hogyan tovább a kvantummechanikával? Az egyik nagy baj, hogy az alapvető problémákat, például az állapotfüggvény redukciót érintő problémákat már az 1920-as vagy mondjuk 30-as évektől majdnem 100 éve ismerjük, és nincs megoldás. Vannak kisebb előrelépések, tehát nem mondhatni, hogy a kvantumos mérés elméletben nem történt előrelépés, de nincs igazán megnyugtató válasz. Pedig nagyon pontos sok helyen maga a kvantummechanika és maga az általános relativitás elmélet. Mégse sikerül őket összehegeszteni. Valószínűleg ahhoz, hogy meglegyen a nagy egyesített elmélet, vagy megoldjuk a kvantum mérési problémát, valami nagyon más szemléletre lesz szükséges, de ehhez nagyon más mérésekre is szükség van. Az a tippem, sokakkal egyetembe, hogy most a mérési adatok halmozásának az ideje van, és ilyen méréseket például a nagy energia részecske ütköztetőben, amiben a leghíresebb a svájci nagy hadron ütköztető folytatnak, vagy az univerzum nagy léptékű szerkezetének vizsgálatával az általános relativitás elmélet korrekcióira
lelhetünk valami jelet, hogy milyen irányba kell menni, de ezeket nem tudjuk, hogy mikor vezetnek sikerre. Attól függetlenül a processzoraink meg a QLED kijelzőink még gyönyörűen működni fognak, de az elméleti fizikusoknak még bőven van mit kutatni a természet alaptörvényei felfedezése témájában. Köszönöm szépen a figyelmet!